Olyanszki Attila vagyok, ez itt a Traders Time. A Traders Time mai adásában a Signal szervizünk eheti kötéseiről akarok beszámolni, illetve nagyon szép eredményeinkről, hogyan is értük el ezeket. Ez a videó Várkuti Géza YouTube csatornáján, illetve a Várkuti.eu-n látható. A hetet az elkövetkezendő pozíciókkal kezdtük. Facebook, Mercedes, illetve BNB részvényeink voltak, emellett pedig a Bitcoin, illetve az arany volt a portfólióban, nagyon szép pluszokkal. Az arany megközelítette 5 dollárra a TP-t, amit amúgy el is ért, de a stoppon az zárt előtte, mert én exit stratégiám az a stoppon alapszik, mint például a Bitcoinnál. A Bitcoin nagyon szépen megindult, itt ilyen 1700 dolláros pluszokban jártunk, és felhúztam a stoppot a következő hullámnak az aljára. Ugye egy stoppot úgy tudunk pozitív tartományba húzni, hogyha elhelyezzük a helyén, buy pozícionál a nyitási szint alá, utána pedig miután ez megtörtént, módosítani tudjuk a stoppot, és följebb tudjuk tenni. Ez azt jelenti, hogyha fordul az árfolyam, innentől kezdve nekem már csak nyereséges lehet. Ez az, amit szeretek, és ez amit tudom, hogy biztonságot jelent a Signal Service előfizetőinek is, mert hogyha a stop az már pluszban van, onnantól kezdve nem lehet veszteséges a pozíció. Jó, szóval ezt mindig igyekszek amúgy szólni mindenkinek, hogy figyeljünk a stopra. Zárta is, 1300 dollár lett a Bitcoinon, ahelyett, hogy lehet, hogy 1000 dollár mínusz lett volna, mert amúgy nagyon komolyan visszafordult. Szóval itt egy gyönyörűséges szép példa, hogy miért jó húzni a stoppot. Itt egy másik példa, miért nem annyira jó húzni a stoppot, mert az arannyal szép pluszban vagyunk, felhúzzuk a stoppot a következő hullám alá, és pont volt benne egy olyan, hogy leszúrt és lezárta. Itt vannak a függőben lévő megbízások, még a múlt hétről, ezeket töröltem, ugye azóta már elmozdult az árfolyam, szóltam, hogy töröljük a függőben lévő megbízásokat. Jó, itt a GVP Japan Yen Buy Stop Sell Stop, ez egy vicces történet volt, mert pont leszúrt, benyitotta a Sell Stopot, utána vissza tudott pattanni, lezárni stoppan, benyitni a buy-t, és utána megindult lefelé. Úgyhogy amikor benyitotta a buy-t és megindult le, azt már letettem kézzel, és akkor elnyitottam a sell pozíciót. Látni fogják a következő képeken. Euró-dollár sell, euró-dollár buy stop, hogyha esetleg áttörni a kilevelt, és nem vagyok kép előtt is kilőne 100 pipet fölfelé, akár csak például itt ebben a gyertyában is láthatunk egy ilyet, hogy itt megcsinál 1-2 óra alatt több mint 100 pipet. Jó? Szóval van erre biztosítékunk, hiszen ott van egy buy stop pozíció. Rendben, igen, itt van az, amit mondtam, hogy a GBP Japan Yen sell-t visszanyitottam, ezek a pozíciók vannak meg, és akkor itt mutattam az árpozíciókat utána, mindjárt, igen, aranyvétel, arany az most zárt van a TP-n, szóval aki nem módosította a stopot, mint én, ugye megnyertük, innentől eddig megnyertük, akkor itt kimaradt egy pici, miután áttört a kilevet, akkor újranyitottam az aranyat, az aranyvételt, nagyon szépen hozottam úgy, Euro Japan Yen sell, lezárt kötések, igen, itt vagyunk. Ugye lezárt a Bitcoin, lezárt a GBP Japan Yen sell, ugye lejött, benyitott, vissza, stop zárta, benyitotta a GBP Japan Yen vételt, azt már lezártam kézzel, szóval látják, itt nem a stop loss zárta. Amikor a piros van itt, akkor a stop loss zárta, például az aranyat a stop zárta pluszban, Bitcoin a stop zárta pluszban, jó? És itt vannak a nyitott kötések. Ugye az arany, Európai Japán, GPI Japán és az eurós kötések lettek megnyitva azon a napon. Gyerünk a stopokra, itt már elkezdünk amúgy már szépen termelni, de azért már van azt mondja, egy 400-500 dollárra nyitott kötéseken. Igen, akkor itt már jobb, sokkal jobban állunk, itt már 800 dollár környékén vagyunk, 700-800 dollárs pluszban vagyunk. A GBP Japan Yent azt 400-ban lezártam kézzel, szólok mindenkinek, hogy lezártam kézzel, és akkor mindenki tud követni, és ők is le tudják zárni kézzel. És akkor itt vannak a zárt kötések. Ugye az Euro Japan Yent az zárta a break-even-en nullában a stop, az GBP Japan Yent sell-t azt pedig zártam én kézzel, ezekről pedig már beszéltünk, 2000 dolláros pluszban járunk. Akkor nyitott kötéseink, lezártam az afgán helyzet eszkaláció véget, lezártam a részvénypozíciókat, összesen 1800 dolláros nyereségünk van a hétre. Kilőtt az arany már 600 dollár pluszban van, felpusztam a stopot, következő hullámzás. Igen, arany lezárt 440 dollárban, szóval 2300 dolláros pluszban járunk per pillanat. NZDO-s kötések. Itt amúgy az NZDO sell, aki nem bántott, az NZDO sell az nyitott és zárta a TP. Én itt bele nyúlkáltam rövidebb távon is.
Igen, hírek, ezekhez jött ugye az Event Manager-nek a set file-ra. Jó, ez egy gyönyörű szép kötés, egy gyönyörű szép jelzés. A GP CHF-nek figyelhetjük meg a mozgását, amúgy ez egy H4-es chart. D1-en látszik, hogy ez egy range, konkrétan egy oldalazó mozgást végez a chart, az angol font svájci frank, és az 1,28, illetve az 1,25 közötti 300 pipes tartomány hullámozza be, úgymond. Ez egy tényleg szép kötés volt, és zárt is amúgy a TP. Itt megint volt egy olyan, hogy közel húztam a stopot, és akkor lezárta a stop loss, de aztán újba visszakötöttem. Jó, itt a GP svájci frankot nekem lezárta a stop, amit látják pirosan van itt, 2600 dollárnál járunk nyereségben. NZD-os vétel, igen, megindult föl, pluszban van, itt egy kisebb hullámzásokat felkereskedtem az NZD-nél. Arany függő megbízások, ez az arany, ez nem pont úgy jött ki, hogy benyitotta a szellemet, kijött a hír, és akkor lezárta a stop, szóval az nem jött ki jól az a kötés, az sajnos az egy negatív volt. GBP svájci frank nekem kiszedte a stop, de amúgy még megy tovább, és akkor újra kötöttem, visszakötöttem a vételi pozit. Akinek nem, annak lezárta a TP, és annak aztán ilyen 400 dollárt zárt a TP a GBP svájci frankon, aki nem módosította a stopot. Szóval az mindenféleképpen egy nyerő pozí volt, mert a gyönyörű szépen megcsinálta a TP-t, sőt, TP fölé is jött. Itt a GBP svájci frankon már 300-400 dollárt zártam még rajta pluszba. Szóval nekem is két kötésből amúgy meglett az elvárt profitom. Belőle euró-dollár sell pozíciót nyitunk, kőolaj sell pozíció, már következő nap Audi Japan Yen sell, ústkad vétel, ez már az FOMC meeting után volt, ez egy csütörtöki nap reggel, amikor nyitott Európa, és megindultak a piacok komolyabb szinten, GVP-os sell, GVP Japan Yen sell, amint látják, nagyobb elmozdulás van, ezért meg is nyitjuk a pozíciókat. Itt vannak a nyitott pozíciók, akkor rányítok kettő indexet és francia fortit, illetve rányítom a Nasdaq szelt is. Itt már szépen kezdünk alakulgatni, ugye ezek a pozíciók nyíltak azon a napon, kőolaj szel, Audi Japan Yen szel. Ugye itt miről van szó, itt arról van szó, hogy a Fed az bejelentette, hogy a tapert azt elkezdik még idén, úgyhogy hát idén már nagyon közel vagyunk az idén végéhez, hiszen már mindjárt itt van a szeptember a nyakunkon, és ennek köszönhetően a dollár az elkezdett erősödni, és minden, ami dollárban van kalkulálva, annak pedig devalválódott az árazása. Na most innentől kezdve, ez egy komolyabb elmozdulás volt, ezen nyitottunk több pozíciót is. Itt már látszik, hogy már 1500 dolláros pluszban vagyunk az aznap nyitott pozíciókkal. Itt, hogyha gondolják, akkor visszamegyek, és akkor még egyszer megmutatom, hogy miket nyitottunk. Jó, hogy látszódjon. Szóval úgy indítottuk ezt a csütörtöki napot, hogy kőolaj eladás, Audi Japan Yen eladás, ústkad vétel, hiszen dollár erősödés, GBP úst eladás, hiszen dollár erősödés, GBP Japan Yen sell, amúgy a GBP Japan Yen és az Audi Japan Yen, ami nagyon szépen hozott, a Japan Yen most ezen a héten is amúgy fölvett egy safe haven típusú szerepet, itt 1000 dolláros pluszban vannak már kötéseink, az a safe haven az azt jelenti, hogy tényleg menekülő devizaként működött a Japan Yen, szóval a Japan Yen a dollárral szemben is tudott erősödni, ezért ahelyett, hogy csak a dollár erősödésre nyitottam volna pozíciókat, szóval amivel szemben a dollár erősödni tudott például az ausztrál dollár, vagy pedig len a GBP, az angol font, én ott Japán, GBP Japán jelent is megtöttem, nem csak GBP úzott, hanem Japán jelent is, és látszott az, hogy a GBP az sokkal jobban gyengül a Japán jelenthez képest, mint például a dollárhoz képest. És ezen a napon, amúgy tényleg durván 2 óra reforgása alatt 2000 dollár nem volt meg a 2%, szerintem másfél óra volt talán az összes pozíciónak a megnyitása és zárása, plusz 2000 pár száz dollárig emelkedett még tovább az a portfólió, amikor azt mondtam, hogy jó, nekem ennyi elég volt mára, megérkeztünk ki levelekhez, szóval valószínűleg egy visszapattanás következett, és el is következett belőle, és azt mondtam, hogy oké, ezeket le is teszem. És ez meg is történt, le is pakolgattam az összes pozíciót,
összességében, ugye az előzőekkel összesen, amit láttak, a heti eredmény az 4514 dollár volt, jó? Szóval itt egy nap, amúgy összetudtunk hozni több mint 2000 dolláros profitot. Én mondom, én ezeket letettem kézzel, itt írom is, hogy letettem 2000 dollár nyereséget, ezen a héten 4514 nettó nyereségünk lett. Nincs jutott pozícióm, szép volt, grat mindenkinek, aki követett ma is. Boldog augusztus 20-át mindenkinek, és kész. Ennyi volt, szóval ennyit kereskedtünk a héten, és ez egy gyönyörű szép dolog, hiszen 4514 dollár egy lottal, 0,1-el az 451 dollár egy hét alatt, ami szerintem igencsak kiemelkedő, és ezért is kérek mindenkit, hogy jöjjenek, kövessenek minket, nézzék meg, hogy konkrétan mi hogyan építjük fel, hogyan elemezzük le kilevel stratégia alapján, hol nyitunk pozíciókat, mik azok a jelek, amikre elmozdulunk. Ez egy olyan támasz, ez egy olyan fontos dolog, a Signal Service mindenkinek, aki kereskedik, hiszen kap egy olyan látásmódot, hogy amúgy azok, akik foglalkoznak, mint például én 13 éve vagyok a piacon, hogy én mit látok, hogy a Géza mit lát, hogy a kileves stratégia mi az, amit mutat. Ez egy olyan támpont mindenkinek, hogy lehet, hogy ezek mellett, az eredmények mellett, amit itt el tudtunk érni közösen, lehet, hogy valaki, aki ügyesebb, mint én, sokkal többet is ki tudott hozni ezekből a pozíciókból. Én ennek nagyon örülök, hogy tényleg aki velünk van, és figyelnek a stop, azok már egy olyan szinten vannak, hogy tudnak gyönyörű szép eredményeket elérni hétről hétre. Imitálok mindenkit, hogy tényleg jöjjenek, olvassák a Várkuti Gézának a könyveit, tanulják a stratégiákat, jelentkezzenek Signal Service-re, gyakorolják velünk együtt a kereskedést, jöjjenek el a tanfolyamokra, most egyre több tanfolyamot fogunk kinyitani, a következő az a részvénykereskedési alapokról fog szólni, mit kell tudni a részvényekről, és konkrétan a cél az, hogy olyan tudást adjunk át, amellyel nem csak mi tudunk a hétköznapokban kereskedni, hanem önök is tudják ezt hasznosítani, és nagyon-nagyon örülünk mindenkinek, aki küld nekünk levelet, akár olyat, ami ez nem jó, az nem jó, és akár az olyat is nagyon szépen köszönik, és hogy nagyon szép volt a kereskedés. A legjobbakat kívánom mindenkinek, kellemes hétvégét, a trend legyen bennünk, viszont látásra, viszont hallásra!